Sziasztok, Anzsi vagyok, és itt van velem Krisz is. Sziasztok! Fél évvel ezelőtt körülbelül vettem ezt a funk sütőgépet, úgyhogy azt hiszem ideje lesz kipróbálni most, hogy jön a funk szezon. Úgyhogy rávetemettünk, hogy kibontsuk és kipróbáljuk. Itt szeretném megjegyezni, hogy én ezt magamnak vettem, mert le volt akciózva. Úgyhogy... A Lidl-ben. A Lidl-ben, igen. Úgyhogy annyit már csináltam, hogy elkészítettem a tésztát, amit ajánlottak hozzá a használati utasításból, de semmi más nem láttam, még csak ennyit találtam benne, vagyis ennyit kerestem, úgyhogy nézzük is, hogy hogy néz ki ez a funk sütőgép. Szóval itt van a használati utasítás. Nagyon tartalmas. Semmi. Itt sincs semmi. Öt oldal üresség. Az aztán... A költségtakarék is mutatom. Tessék, kapsz egy matricát. Milyen kis pici. Hát a dobozás sem túl nagy. Hát nem, de nem tudom. Így akkor is nagyobbra számítottam. Na. Szóval kézbe véve ez ekkora. Meglátjuk. Szerintem ez mini funk sütő lesz, nem funk sütő. Nem azon leírva, hogy mini funk sütő? Várjál. Ezt hiszem. Nem. Az van ráírva, funk készítő. És fordítva megnézi be. Várjál, ott van az oldalán. 7 fánkot készít. Aha. Hát de a doboz méretből azért sejtetted, hogy nem készít el meg. Ez az a rész, amikor tudtam, hogy csak nem sejtettem. Na igen. Na jó. Aha. Mini fánk készítő. Nem tudom, mennyire látjátok. Így elég jól fénylik, úgyhogy látjátok. Szóval körülbelül egy ilyen 5 centis fánkokat készít ez a gép. Szerintem nagyon aranyos. Egyébként igen. Ezt majd vegyük el, nem? Igen, itt kapsz még egy matricát. Kire? Mi van ráírva? Hát csak olyan, hogy nem tapadós, igen. Svájci technológia, úgyhogy bízhatunk benne. Egyébként a belseje nem kivehetős, úgyhogy ezt úgy kell csinálni, hogy azért ne nagyon menjen mellé. És ebben kell takarítani is. Mivel tapadásmentes bevonatos, ezért szerintem nem lesz nehéz takarítani. Jó. Hoztam magammal mosószeres vizet, és már elkészítettem magát a tésztát is, ami a leírásban van. A későbbiekben, ha esetleg ez nem jönne be, akkor szeretnék majd kísérletezni egy újfajta tésztát, ami jó lesz. Egyébként, amit még el kell mondanom, hogy ebbe a funk készítőbe a hagyományos funk tészta nem jó. Szóval azzal ne próbálkozzatok, ez úgymond ilyen bolti funkot fog készíteni. Itt is van a közepén. A recept. Az alapján készítettem ezt a tésztát. Jó. Na most gyorsan kitörlöm, hogy tudjuk használni. Na, készen is állunk a funk készítésre. Kérlek, kapcsolod be a konnektort. És most megvárjuk, míg felmelegszik. Addig is, te mit gondolsz erről a kis mini funk készítőről, még így próbálás nélkül? Szép piros. Elviccet félretéve, jó dolognak tűnik alapvetően. Tehát belerakod, amit bele kell rakni. Gondolom, hamar kész lesz. Ilyen kis összejövetelekre szerintem ideális. Vendégvárónak. A gyerek zsúrokra. Igen, kis mini falatok, be lehet kapkodni gyorsan. Jó sokat lehet belenni. Ja, majd vagány, lehet vagánykodni a társaságban. Meg tudok enni 20 fánkon. Ja, és akkor miniből? Amit megtudtunk, hogy 2 perc alatt melegszik fel, de az első használat előtt érdemes egy kicsit tovább melegíteni, mert mint láthatjátok, büdös.
ugye ki kell egy kicsit égetni, és utána lehet kezdeni a sütést. Szóval azt írja a könyv, hogy ki kell kicsit olajozni, bár nem tudom miért, ha tapadásmentes. A másik hármat nem olajozom ki, nézzük meg, hogy ez hogy fog kijönni. Jó. Szóval négyet kiolajoztam, hármat nem. És akkor egy ilyen nagyon sűrű tésztát kaptunk a recept alapján, úgyhogy ezt fogom belerakni. Hát azt hiszem, hogy biztos hallható lesz, ha hozzáér az ujjam. Oké. Azt írta, hogy 4-6 perc alatt fog megsülni. Na nézzük, milyen lett. Aranyos. Van itt nekem ide készítve fahéjas vaníliás cukor. Le kapcsolja? Ja. Ez olyan, ami nem lett kiolajozva. Igen, ez nem lett kiolajozva. Megforgatom egy kis vaníliás fahéjas cukorban. Hát cukor nem ragadt rá, csak fahéj. Ez nem baj. Sem volt kiolajozva. Igen, nagyon szépen kijött. Ez az ki volt? Nem. Ez a harmadik, ami nem volt még. Kötté? Aha. Egy, kettő, három, a másik négyet olajoztam ki. Ez szépen kijött. Igen. És itt milyen szépen összefolyt be. Igen. Ugye, hogy többet rakom bele. De egyben kijött. Szép aranybarna lett. Oké, most már csak az van hátra, hogy megkóstoljuk, milyen ízű a tészta. Oké. Ennyi? Uh-huh. Ugye ez meleg. Lefújtam a fahéjat. Szerintem egy kicsit több cukor kellett volna bele. Igen. De annyi legyen mentségemre mondva, hogy fel annyi cukrot tettem bele, mint a receptben, mert a liszthez képest 26 deka liszt és 13 deka cukor volt. Uh-huh. És én kicsit kevesebbet tettem bele, mert soknak találtam azt a 13 dekát. Na, alapvetően ez a fán finom. Igen, meg nagyon aranyos. Lehet belerakni egy kis lekvárt a közepébe, uh-huh. És akkor úgy még, akkor lehet nem is kell bele cukrot rakni. Mármint extra cukrot. Uh-huh. Így van. Ez jó ötlet. Vagy lehet Nutellával is kínálni, ha már gyerekeknek készül. Vagy vanília pudingval. Tényleg. Ez egy nagyon jó ötlet. Úgyhogy szerintem gyorsan kisütöm a többit is, és csinálok hozzá valami vártogatóst. Jó. Finom. Finom. Nem kell kísérleteznem. A gép használata nagyon egyszerű. Vigyázzatok meg még, sőtök magatokat. Igen, ne érjetek hozzá. Meg tényleg csak annyit kell éppen beletölteni a tésztából, amennyi éppen még nem ér fel a tetejére, és akkor nem fog kifolyni. Igen. Egyébként az hülye ötlet, hogy mondjuk egy sütőkesztyűvel adagolni a cuccokat? Nem, jó ötlet. Hát akkor hozzáérsz ide vagy oda, nem égetek. Uh-huh. Igen. Az egy jó ötlet. Csak mint tudjátok, az én sütőkesztyűm még nem pótoltam. Igen. Még folyamatban van. Szóval alapvetően szerintem megéri megvenni, főleg, hogyha vannak gyerekeink, és sokszor járunk házibuliba vagy vendégségbe, akkor nagyon egyszerűen lehet sütni egy kis fánkot, gyorsan, hamar készen van. És még azok is meg tudják sütni, akik nem jártasak a sütésben.
ugye? Ezt a gépet egyébként olyan 5 és 6 ezer forint között vettem, szóval alapvetően megéri. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, reméljük tetszett ez a termékbemutató videónk. Most már mennünk kell, úgyhogy próbáljátok ki ti is, ha találtok ilyet el időben. És jók legyetek, sziasztok! Sziasztok!